Szóval, átjövök már közben. Szóval ez a 2014-es játék egyébként, ahhoz van ez a 2003-os mod, és 2003-ban, mint tudjátok, nem tudom, ki emlékszik rá, ki nem, olyan kvalifikáció volt, mert akkor nem volt ez a Q1, Q2, Q3-as dolog, hanem egyetlen egy mérkőt lehetett menni. Igazából kettő darab kvalifikáció volt, pénteken meg szombaton. Pénteken ment mindenki egyet, illetve annak az a sorrend, ami volt, az volt megfordítva szombatra, és szombaton a fordított sorrendben jött ki mindenki megint egy körre. És akkor valahogy tán a jobb kör döntött, vagy csak a szombati döntött. Nem tudom már komolyan, de majd úgyis ezt majd megmondjátok. Meg volt kavarodva az az időszak, nem tudom, hülye volt az időmérő, azt elszúrták. Volt egy időszak, amikor az időmérő az ilyen nagyon nem volt jó. Na mindegy, szóval egy körös időmérő lesz, utána egyből kezdődik a futam, úgyhogy gyakorlatilag nem olyan sok időm lesz vele majd mókolgatni. Nagyon aranyos keyboard, hát persze keyboard. Ez kell nekem keyboard, meg 5% is Dead Zone. Uh-huh. Úgyhogy... igen. Az fogjuk rá. Légy szíves, igen. Nagyon aranyos viszont, ez viszont szerintem jó. Úgyhogy egy körös történet lesz, nincs is setup, tehát nincs setupolás, semmiféle setupolás nincsen, hanem csak ez setup van. Lemegyem az egy kört, meglátjuk hova lesz elég, és utána kezdődik is a futam. Úgyhogy ez lesz a 2003-as évad. Zsoltival. Jó, úgyhogy... Ezek ilyen egy órás kis F1-es szösszenetek lesznek gyakorlatilag, illetve hát ja, körülbelül egy órás lesz, úgyhogy bele is csapok közepébe. Szerintem ez még gyorsabban fog haladni, mint bármelyik mod. Közben ugye megy a Williams-es, a Williams-es a véget ér, ezt fogom folytatni, utána meg majd, ha ez véget ér a 2000-eset, de lehet, hogy ezt meg a 2000-eset felváltva még nem jelenik meg a 18, jó? Úgyhogy majd belehúzunk ott is majd a dologba, de ezt mindenféleképpen el akartam kezdeni. Illetve számolni fogom a pontrendszert a 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1-jel, mert itt ugye még a 25-ös van benne, de számolni fogjuk a pontokat, hogy hogy lesz majd. Na, akkor én azt mondom, hogy hát egy stabilabb, nem tudom gyerekek, Jordan Ford V10, így hagyom középen. Na lássuk! Jaj! Vodka V10, azaz, haha, jajaj! Jaj! Oh! Jaj! Szóval hátraraktam a féket, hogy utána jó lesz. Jaj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 ! Túlváltottam! Ez még csak hadsebességes váltó van, nem 8, ezt kicsit... Még szoknom kell a sztorit. Látom, sobájára mérik a dolgokat. Megpróbálom előre rakni. Nagyon csúszkál. Ó, gyerekek. Jaj! Uha! Hát nem lesz egy jó időmérés. Ajaj! Hú, gyerekek! Hát egy 6,5 másodperc így, aranyosan. Hú, gyerekek, ez nem lesz jó, szerintem az erősség. Nagyon erősre állítottam magamnak legalábbis. Akad, gyerekek, azt mondjátok, akad.
akad a történet? Pár kör gyakszidevált. Lehet, hogy van benne valami. Nem baj, egyébként lejjebb veszem az erőséget. Én nagyon aranyosan így bevágódtunk így a 20. helyre. De nem baj, gyerekeket, mert nem lesz ezzel baj. Nem bántanak minket ezért. Hogy ez jó. Na, de lejjebb fogom venni tényleg a izét, mert ez így kicsit, mondjuk úgy, hogy kicsit erős. Én nem tudom az erősség, hogy van beállítva. Az autó setup az borzasztó volt, tehát mindenféleképpen megért egy gratulációt, viszont kilépek akkor aranyosan, hogy be tudjam állítani akkor a erő sorrendet. Egy első kör nem volt tökéletes, de nem, mondhatjuk így, hogy nem. Egyébként milyen szép az autó, tehát megnézzük azért a gyerekek, tehát azért, na. Azért szép volt ez a Jordan. Valljuk be, vagy ezek a festé... Nem volt rajta sok szponzor már ebben az időszakban. Ugye gyakorlatilag a utolsó előtt... Nem, az utolsó éve voltán. Ezután lett Midland, utána Spyker, és utána lett Force India valahogy így. Úgyhogy... Igen. Na de, nem is ez a lényeg. Hanem... a settingsbe kellene nekünk a difficultyba belemenni. Tehát a 85 sok lesz, és levesszük 70-re, nem tudom, hogy mennyire. Fogalmam sincs, hogy van beállítva egyébként, hogy melyik erősség mit jelent, meg hogy lett leprogramozva, úgyhogy fogalmam nincs. Mindegy, physical egyenlőre, már nem tudom, hanyadikról indul, de megnézzük így. Jaj. 2005-ben még voltak. Hoppá. Na hát ez mondjuk az korrekt akkor. Na hát akkor az utolsó erről kezdjük meg. Így az ausztrál nagydíjunkat. Úgyhogy... a setupot nem tudok állítani, nem baj. Ja, amit meg akartam nézni. Ja, meg a stratégiát. Soft, hard, soft. Teljesen tökéletes lesz a 29 kör. Illetve... fejezzük be a 19-en vagy annál jobban. Viszik el a 17. helyre kvalifikálta magát, ami mindenféleképpen megér egy gratulációt. És ha megnézzük, a Montoya az, aki első erő fog indulni, Barrichello lesz a második, Ralf Schumacher a harmadik, Coulthard 4, Raikkonen 5, Schumacher csak 6, ugye a 2003-ban eléggé necces volt a Ferrari-nak ez a éve. Alonso 7, Trulli, Button, Villeneuve, Webber, Pizzoni, a Frentzen, Heidfeld, Panis, Damatta, Fisichella, Verstappen, Wilson, és természetesen mi. Úgyhogy, ja, így körülbelül ez így ennyi. Azon mélázok, hogy azt látok nagyon picit, majd megnézni. Ja. Hát abból nem készült. Ja. Na mindegy. Jól van. Azt akartam volna megnézni, hogy hát ha van valami csapatbemutató történet, de nem találtam így YouTube-on. Na mindegy, jó van. Akkor kezdjük el. Így. Viszik el, sem ment annyira erősen, úgyhogy nem fogok annyira félni tőle. Hát jó lenne ezen a féken állítani. Lehet ezt a izét kiszedem majd a Park Fermé is dolgot, hogy azért valamit lehessen állítani rajta, még a edzésen nem is, de legalább itt. Na mindegy, gyerünk! Lássuk! Mire képes ez a Ford motor? Csodálatos. Jaj, Brazíliát megnyerem? Hát hogy? Nem, az Fisichellának kell megnyerni. Na!
Na. Lássuk. Gyulladnak a lámpák. És rajt. És megkezdjük a 2003-as szezon. Jaj. Annyit tudok, hogy borzasztó érzékenyre van állítva a törés, tehát itt ha valami törik, akkor az nagyon törik, tehát gyakorlatilag szétszakad. Jaj, Zsolti! A Minardi mögött Wilson, jaj, Fisichella butáskodik ott. Fisichella, mit csinálsz? Jó, Jordan utolsó kettő helyen, tökéletes. Legjobb kezdés. Hát most biztosra akarok menni, tehát nem szabad utáskodni. Ott mi megy? Wilson és Damatta. Gyönyörű, gyönyörű. Ajaj, megy a füst. Hú, az elej már nagyon elment szerintem. Hú, de megijedtem, még túl váltottam. Ja, egy versenyre való setupolást azért csak állítok majd. Na, gyerekek. Első körön túl. Nem lesz eső. Hoppá! Damatta! Damattáról hullanak az alkatrészek a szemünkbe, fejünkre. Ha egyáltalán Damattáról tört, nem biztos. Lehet az egyik Minardi, Wilson. Hiszik el, nincs Wilsonnak első szárnya. Gyönyörű. Na. Justin Wilson az Isten nyugosztalja. Ajajaj, na. És Damatta, most elmegy. Így van, Damatta. Elment és én is. Wilsonnak nincs első szárnya. Egy kicsit óvatosban nyomjuk, gyerekek, de muszáj sajnos. Nem akarok úgy járni, mint Justin Wilson. Jaj, ott megszűnik a tapadás. Nem tudom, mennyire lesznek jók majd ezek a piston gumik. Ó! Oh, a Michelin-es csapatok ellen. Lehet hátra kéne rakni inkább a féket, nem előre. Na, jó vagyunk eddig. Még nem lenne rossz egyébként Fisichellát utolérni. De hogy nagyjából a Jordan Fordos szintet hozzuk. ...2002-ben egyébként még a Jordan a Honda motorral mentek. Elég jól szerepeltek. Aztán elfogyott a pénz, aztán ez a Fordra jutott. Már csak lóvé, ez meg már nem volt annyira erős, mint a 90-es évek közepén. Azért nem semmi, hogy azért a Toyotával azért nagyjából tudunk jönni.
kicsit odapirítunk. Na nézzük, mit tud Ridge-be ez a kis V10-es motor. Olyan fura, hogy csak 6 sebesség van. Ott van Kisikella, meg ott megy Damatta. Wilson kiesett, 19-en vagyunk, ott itt vannak darabok a pályán, ott egy autó, ott benne a falba, gyönyörű, Villeneuve butáskodott be a bár Hondával oda. Szegény kis Villeneuve. Ott megint kiesett valaki. 18-on vagyunk, hullunk. Na, itt mi történt? Safety car. Gyönyörű. Na, mi történt? Valaki nagyon csúnya helyen pusztult meg. Nem telhet el ausztrál nagydíj safety car nélkül. Itt még nem volt delta meg ilyen hülyeség. Rendesen menni kellett, még utol nem értük. Hogy áll a gumi. Mivel utolsók vagyunk, akár be is jöhetnénk. Hova? Óvatosan. Nincsenek szerintem ennek a guminak baja, úgyhogy én nem cserélek. Na mi legyen, gyerekek? Teljesen utolsók vagyunk, úgyhogy gyakorlatilag bármikor bejöhetek safety car, akár most is, mert most 4 körig benne lesz szerintem. Már ha utolérjük egyáltalán. Itt már nem én nyomom a gáz, illetve nyomom tőgáz, de nem enged a játék közelebb menni. Tehát én nem tudom megelőzni, vagy ráfutásos izét csinálni. Tehát fog a játék. Én most nyomom csutkára a gáz. De szabályoz. Tehát itt nem lehet olyanokat csinálni, mint a 16-ban vagy 17-ben. Nem engedi. Én most full gázon vagyok, és itt magától szabályozva, csak én csak kanyarodom.
Aranyos. Cserélni kellene? Hát még most értük utol őket. Még van kicsit sárgul a gumi. Való igaz. Hát még a következő körbe bejövök, az még a harmadik lesz, tehát még benne van. Azt mondjátok? Felrakjam a hárdot, azt hát ha végig megy. Se idő, se pozícióveszteség. Hát gyakorlatilag végülis ha most nem jövünk, nem jön ki, tehát nem érek, hogy ki jön, akkor be tudok jönni, aztán végül utol érem őket. De mehetnének kicsit közelebb azért, mert itt eléggé le vannak szakadva azért. Vagy csak a... Nem, ebbe a körbe már bejön, akkor nem. Az igen, az eleje jól oda van. Na Ricsi! Most figyelj oda! Igen. Safety car vonal. És jönnek be a bombon. Hú, de sokan bejöttek. Hát négyen. Karnyújtásnyira van fizikálna. Jó gyerekek, már komolyan izgulok, hogy lesz-e pont. Jajaj. Baszki! Mondta, hogy mit keresett itt mögött? Ja, volt boxban. Mondtam, hogy nagyon érzékenyre van állítva. Most már biztos, hogy ki kell jönnöm. Ura meglepett Montoya. Schumacher? Más kategória. Oh! Az meg Coulthard volt?
Az viszont ott maradt. Ezt nem is tudom, hol akart bejönni. Jaj, nem a break-et akartam, hanem a üzemanyagot. Na! Jaj, de jó! De örülök nektek, gyerekek! Úgy van, hozzad, teljen az az idő, szaladjál, hol a gumi, csináljad már, gyerünk, úgy van, kable, gyönyörű, szép munka. Úgy örülök, hogy fűszik el, és akkor ott van, mikor én. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Gyönyörű. Csodálatos. Csodálatos. Tizenhatra van damatta. Még jobb. Még csodálatosabb. Hopp! Megint valaki széthullajtotta a kocsit. Én úgy megijedtem az alkatrészdel azt, hogy elfékeztem, mert ha rámegyek a gumival, olyan defektet kapok, mint a disznó. Sumerjé közben a leggyorsabb kör. Button vezet. Kicsit röcögős ez a Jordan. Én váltok, nem automata. Csak a fake balansz az annyira rossz, hogy az hihetetlen. Na kijött Alonso. Alonso törte szét a kocsit. Hopp, itt is egy darab. Itt fel is repült a levegőbe, hogy neki mentem. Ant egy Jaguar szánylap darab lett volna.
Hát gyerekük! Nem egyszerű ám ezt a Jordant vezetni. De nagyon-nagyon nem. Jó, van hetedik? Jó tudni. Azt hiszem a váltó áttétet majd jobban át kell néznem. Baszki! Oh. Ostro! Tizenhét kocsiból a 18. vagyok. Jó van az? Frentzen. Mondom, az egyik jog... Várjál, Webber. Webber van elő meg előttünk. Webber mibe volt? Jaguárba volt. Ja. És nem lett volna ez a kis történetem, akkor most Webber előtt lehetnénk. Ezzel a fake balanszal majd tényleg kikapcsolom ezt a pár fermét, mert így borzasztó így menni. Jaj.
Borzasztó, hogy az autó fékezésnél állandóan blokkol. Pizzónia. Mi van, kihagyott a motor? Öcskös. Na itt is kék zászló. Szerintem nem kell lassítanom. Valahogy sejtettem. Jajjaj gyerekek, ezt a setup dolgot, ezt nagyon meg kell oldani, mert borzasztó lassú tőle az autó. Megint Zsoltival jól kezdjük az évadot. Nem tudok vele megállni, úgyhogy ne csúszson ki az autó.
Hát ez már ki fogja bírni. Nem. Nem most nem szorozni. Na, ja, a pizzoljának nincs szárnya, oké. Na, mi lett? Miért a Jaguarra? Opa. Mondtam, hogy mi van? A második kört kapom.
Menj, man! Azt a kurva. Majdnem leesettek. Na, végre. Pizzónia, pizzónia, pizzónia! Nem ment még el, elment? Most! Ott van Pizzoria! Lement a pályáról, Pizzoria! Menj innen! Ez az! Ha-ha! Ó, mehet az üzemanyag, egy kör mínuszba vehetünk nyugodtan. Le vagyunk körözve. Na, Pizzoria, itt te nem jössz el, öcskös. És álmodj róla, öcskös. Megint valakinek széthúlt a kocsi. Na, Trulli meg a Renault. Mi van azzal? Nem! Mennyi? Nem! A sisek alatt így örjönnök, hogy nem. Nem! Paris! Visítottad a Toyota? Trulli, problém.
speedzone-ja 10 másodpercen felett van. Ó, nagyon jó. Nagyon szuper. Na most vagyunk mínusz egy körbe. Hogy van? Így. Már elfelejtettem, hogy melyik gumi. Ez az utolsó kör. Hopp, valaki a boxba. Webber! Webber az utolsó előtti körbe kijött. Uhú! Hát csuda! Pont nem lesz, de csuda. Az meg! Nem! Nem! Baszki! Webber! Na hülye felirat, az olyan óra ott van az útban, nem, miért nem lehet egy centiben feljed? Elfáradt mindenem, minden kezem. Yes! 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 That's what I'm talking about! Így van, 13. hely. Giancarlo Fisichella 11. Na nézzük! Barrichello. Hondával Button második, Schumacher harmadik. Kultárt Räikkönen, van-e azt mondtam Häkkinen? Räikkönen. Heidfeld, Trulli, Alonso, Verstappen. Damatta. Ott van. Kiesett Montoya, Frentzen, Villeneuve és Bilba. Jézus már. Jó van az Zsolti, jó kezdés ez. Na itt a Drivers Championship, na, hogy ezt kell majd átírni. Gyönyörűen. 20 vagyunk.
Azt nézem, hogy hol a... Ne vésd ki, hogy a másik Minardi az 9. lett. De. Kiégek. Verstappen. Hát. Ó, fiú. Hát ugye ez sem évadó, vagy nérvadó, majd átszámoljuk akkor. Mi lesz? Na. Úgy van, gyerekek, hol a takarító? Hol van a takarítósrác? Hol van? Hopp, azt mondd meg, pumba. Nézd, a harmadik, itt minimum megnyertem volna a futamot. Nem baj, befejeztük 20-ról. Ez az, megvan gyerekek, így van, így is van. Ja. Ferrari, ami B betű, ugye Bridgestone gumival szerelt csapat. Gets first race win. Az első győzelmi. És kis karrierpontocska. És gyerekek, Malajzia lesz a következő utam, majd utána jönni fog majd Brazília, San Marino. Lesznek itt azért szép. Éj, gyönyörű futamok lesznek majd itt. Malajzia, Brazília, San Marino, Barcelona, Ausztria, Monaco, Kanada, Nürburgring, Manikur, Silverstone, Hockenheim, Magyarország, Belga, Olasz, Amerika és Japánban lesz a szezon záró. Szerintem egy borzasztó jó kis évad lesz majd ez is. Ez is sokkal rövidebb, ugye 17 utamból álló, közben Smori feliratkozott, köszi szépen. Úgyhogy remélem majd ez is tetszeni fog és majd velem tartotok ez ügyben is. Holnap akkor folytatjuk a Williams-szel. Zsoltival pedig megkezdtük akkor ezt, most már tényleg megyek chillezni valami jobb játékot. Egy nagyon pici szünet és nagyon éjszakai vagyok, akik holnap nem csinálnak semmit, és van kedvük kicsit telefonon, meg fülhallgatón, vagy akár az ágyból hallgatva még elszöszmörögni velem. Nyugodtan maradjon, szerintem nem aranyásás lesz, mert azon én fogok elaludni, az majd máskor lesz. Úgyhogy mindenféleképpen majd szerintem egy negyed óra múlva jövök vissza. Na, addig is jó éjszakát, aki fekszik le. Köszönöm.